Rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői. Ezzel a címmel tartottak idén 21. alkalommal konferenciát Pécsen. A közelmúltban bekövetkezett események okán megnőtt többek között a nemzet, a köz, a határ és az egészségügyi biztonság szerepe, ezért az esemény célja ezek tudományos áttekintése. A Szent László tiszteletére indított konferenciának egyedülálló előnyei vannak, fogalmazott Zámbó Péter szervező. A plenáris ülésen neves professzorok, kutatók irányt mutatnak, sőt szekcióba pedig a fiatal kutatók fejthetik ki a véleményüket mindenféle kontroll nélkül, olyan szempontból, hogy csak az önmérsékletük és a tudományos meggyőződésük az irányadó. A rendészet, a katasztrófavédelem, de az egészségügyi szektor kihívásait is érintették a találkozón. A Belügyminisztérium oktatási főszemlélője stábunknak elmondta, számos területet kell átvizsgálni. Janza Frigyes kiemelte, hogy az elmúlt években felhalmozódtak azok a külső hatások, amik Magyarország közbiztonságát negatívan befolyásolják. Fokozódó migrációs nyomás, amelyik tűzerő alkalmazását sem kizáró módon veszélyezte minket. Elegendő az energiárobbanásról beszélni, a járványról beszélni, az orosz-ukrán konfliktusról beszélni. Tehát egy csomó olyan kérdés itt van előttünk, amelyekre nagyon gyorsan választ kell találni. A rendezvényen több szekcióban foglalkoztak a különböző biztonsági tényezőkkel. A tapasztalatcsere jó alkalom arra is, hogy a következő generáció tagjai hatékony lépéseket tehessenek a jövőben.